得他们，啊，都不他们。阿多比亚都个暴露了嘞。Hogy kerül az OnCube-ra asztalra? Hát úgy, hogy kicsomagoljuk. Ez itt az egy darabos csomagolás, de van két darabos is. Felhajtjuk, letépjük, kicsavarozzuk. Letesszük, felnyitjuk, kivesszük, ez alatt lenne a másik OnCube, mini USB töltőkábel és kezdő lépések útmutató van még a dobozban. Tulajdonságok. Az oldalainak hossza 3,8 cm. A tömege 100 g. Az alján egy szabványos állvány csavarrajzat van, a hátsó vízzáró csavar alatt van a micro USB port a töltéshez, és a lipolakú teljes feltöltése 1-1,5 óra. A teljes fényerő 1500 lumen, ezen a teljes fényerőn 25-30 perc, 50%-on pedig akár 2 óra is lehet az üzemidő. Porálló, ütésálló és vízálló is 100 lábig, ami körülbelül 30 méter. A kezelése önmagában. Két gomb van a tetején, bal és a jobb gomb. A bal gomb funkciói. Bekapcsolás egy kattintással, fényerő állítása további kattintásokkal 10%-os lépésekben, valamint 3 másodpercnyi nyomvatartással kikapcsolás. A jobb gomb funkciói villanó egy kattintással, illetve a Bluetooth bekapcsolása egy kattintással, valamint 3 másodpercnyi nyomvatartással a fotocella aktiválása. A LumCube teljes fényereje 1500 lumen, az nagyon nagy fény. Ennek bemutatására íme ilyen egy 5 emeletes ház fala a belvárosban este, a szokványos közvilágítással az utca túloldaláról, ami körülbelül 20 méter távolságot jelent. Most ugyanez a házfal 10%-os, azaz 150 lumen fényerővel megvilágítva. Most pedig a teljes, azaz 1500 lumen fényerővel megvilágítva. Itt jól látható, hogy mit is jelent az 1500 lumen fényerő. A fényerő a tetején levő baloldali gombbal 10%-os lépésekben állítható 10-től 100%-ig. Így. 0, 10, 20, 30, 40, 100%-os árenged, ez nem a reklám, 90, 100. Talán a legfontosabb kiegészítője a Lighthouse névre hallgat, ez egy rácsatolható kalitka. Erre a kalitkára mágnesesen rögzíthető különböző fénymódosító előtétek, amikből többet is lehet egyszerre kombinálni. A Lighthouse-hoz eleve kapunk 3 darab diffúzorszűrőt is, valamint nemrég jelent meg az ugyane célt szolgáló ModiFrame módosítókeret, amit rácsatolás helyett csak rá kell szorítani a LumCube elejére. Jelenleg a következő fénymódosítók kaphatók a LumCube-hoz. A Lighthouse csomagban ugye már eleve kapunk 3 darab lágyító, avagy diffúzorszűrőt. De van 4 darabos gömb diffúzorkészlet is, amik a gömb miatt még lágyabbá tudják alakítani a fényt. A 4 darabos melegítő szűrőkészlettel az eredeti 6000 Kelvinről 4 lépésben 3500 Kelvinig állíthatjuk a LumCube fényének színhőmérsékletét. Van 4 darabos RGBY, azaz vörös, zöld, kék, sárga színszűrőkészlet, 2 darabos mélysejtrácskészlet, 4 szárnyú fényterelő angolul barn door, valamint szűkítőcsör angolul snoot. És ezeket még kombinálhatjuk is egymással. A lehetőségek tárházának azonban még mindig nincs vége, hiszen a LumCube-ban van Bluetooth egység is, aminek segítségével a Lumex nevű mobilos alkalmazással vezérelhető bármilyen Android vagy iOS rendszerű készülékről. Ráadásul egyszerre több LumCube is vezérelhető ugyanarról a készülékről, így egészen különleges világításokat is létrehozhatunk. Valamint ez a Lumex egyben egy kamera alkalmazás is, tehát fotózni és videózni is lehet vele. Az alkalmazáson belül mindegyik LumCube akkumulátor töltöttségét mutatja százalékosan, külön-külön is. Egyszerre is és külön-külön is vezérelhetjük, állítgathatjuk a csatlakoztatott LumCube-okat. A fényerő 0-tól 100%-ig 1%-os lépésekben állítható, választható normál villanó, azaz vakumód, állandó fénymód vagy stroboszkópmód, vakumódban bekapcsolható még vörös szemcsökkentő mód is. A stroboszkóp módban beállítható, hogy fél, egy, másfél, kettő, három, öt vagy 10 herces sűrűséggel villogjon. A fotocella aktiválásával pedig az is beállítható, hogy ennek a hatására egy 125 és 1 másodperc között milyen hosszút villanjon, természetesen a beállított fényerővel. Mint már mutattam, a LumCube alján van egy szabványos állványmenetrajzat is. Ezzel, valamint az ehhez csatolható kiegészítőkkel jóformán bármire vagy bármihez rögzíthető. Van kézi fogantyú, hiszen főleg nagy fényerőn igen szépen tud melegedni, ami normális, hiszen a fény hőenergiával alakul, de ezt a fogantyút szerelhetjük a különböző keretekre is, amikre rátesszük a LumCube-ot, mikrofont, kamerát, stb.
Van gömbfejes vakupavus talp, amivel fényképezőgépre tehetjük a rendszer vaku helyére, valamint a talp többféle menetének köszönhetően tulajdonképpen bármilyen szabványos fotó vagy fényállványra rögzíthetjük. Az előzőhöz hasonló a gömbfejes mágneses talp, amivel acélszerkezetekre tehetjük fel. Ide tartozik, hogy az USB ajzat záró kupakés lecserélhető mágneses változatra, és akkor a Lumcube már önmagában is felcuppantható bármilyen vas szerkezetre. Van sín, amivel bármely akciókamerához, tehát GoPro is, illetve tulajdonképpen bármi másik akciókamerához is rögzíthető. Az összes elterjedt drónhoz, DJI Mavic, Mavic 2, Phantom 3 és 4, Matrice és Inspire sorozat, Unique, Typhoon, Autel, GoPro Karma, stb. És hát amikor a drónról világít két Lumcube összesen 3000 lumennel, ott azért igen hatásos képek tudnak születni akár egy vaksötét éjszakában is. Van általános bilincs, amivel bármilyen rúd alakú eszközre tehetjük, mint például biciklikormány, korlátrúd, gimbalok, valamint olyan drónok, amikhez nincs dedikált rögzítő, és így tovább. A Clipsel bármilyen telefonhoz rögzíthető, van vákumos, cuppanó talp, amivel asztalra, ablakra, telefonra, tabletre, laptopra, autóba, szélvédőre, stb. Tehetjük. A rögzítő csípés segítségével övekre, pántokra, hátizsákokra, stb., de akár laptopra, tabletre vagy telefonra is csipkedhetjük. Gorilla podra rögzítve viszont már végképp bármire rátehetjük. És még lehetne hosszan sorolni. Ez a videó a teljesség igénye nélkül született, csak egy viszonylag rövid, gyors bemutatóként. De már csak ennyi remek tulajdonság és ennyiféle felhasználhatóság és ezek kombinálhatóságának fényében mindenképpen az mondható el, hogy a Lumcube egy rendkívül sokféleképpen és kreatívan használható világítás, gyakorlatilag majdnem bármilyen feladathoz van olyan összeállítás, ami alkalmassá teszi rá akár fotó, akár videó készítéséhez van szükségünk a fényére.